Egészségnap Tolnán. Februárban 4 napon keresztül ingyenes rákszűrő vizsgálatokon vehetnek részt a tolnai hölgyek. Az előző évektől eltérően idén levélben kapnak behívót a lakosok, ugyanis több mint 1500 olyan nő él Tolna városában, aki az elmúlt 3 évben nem vett részt rákszűrésen. Pedig az országban az emlőrák után a méhnyakrák a leggyakoribb daganat típus, amely halálos szövődményekkel is járhat. Barna Györgyi házi orvos szerint életeket menthet, ha a nők évente legalább 1-szer részt vesznek a vizsgálatokon. Lehetne több is a jelentkező. Ez most egy ilyen kiterjesztett rákszűrés lesz, behívás alapján történik, tehát mindenki kap értesítést, és akkor úgy történik itt, évente van egyébként, minden évben van, és hát azon dolgoznak a nőgyógyász szakemberek, hogy minél többen jöjjenek. Ezért is van most ez a behívós rendszer. Sajnos a 20-30 éves korosztály már érintett, tehát ahogy halad az idő, úgy mindig fiatalabbak lesznek betegek, és a tünetei azok egy jó ideig sajnos teljesen rejtve maradnak. Tehát ha valaki nem jár szűrésre, akkor tényleg előfordulhat az, hogy abban a stádiumban veszik észre, amikor már kifejlődött a rák. Ezért ugye a szűrésnek ebben van óriási jelentősége, hogy a rák megelőző állapotokat tudják már észrevenni, és akkor megfelelően kezelni. Mert amikor már tünet van, tehát esetleg alhasi fájdalom, esetleg váladékozás, fájdalmas szexuális élet, akkor már baj van rendszerint. A házi orvos azt mondja, az éves vizsgálatok mellett sokat tehetünk azzal, ha beadatjuk magunknak a HPV elleni oltást, amely azon vírusokkal szemben nyújt védelmet, amik a legtöbb esetben méhnyakrákhoz vezethetnek. Az egyébként több 10 000 forintos oltást a 7. osztályos diákok ingyen megkaphatják. Barna Györgyi tapasztalata mégis az, hogy a lányok mindössze 60%-a, aki él a lehetőséggel. Nagyon fontos dolog a rák szűrés mellett, tehát a megelőzésbe, hogy bevezették a HPV oltást. A 7. lányok ingyen kapják, sőt úgy tűnik, hogy nem sokára a 7. fiúk is az iskolába, és ez ennek az a jelentősége, hogy 100%-osan bebizonyították, hogy a méhnyakráknak az eredete, a kórokozója, az bizony ez a HPV vírus. Ennek is egy két fajtája, a 16 és 18-as variáns, ami bebizonyított tény, hogy a rák okozója. A HPV oltás mellett azért kampányolnék, mert sajnos a HPV oltást, ugye ezt felajánljuk a 7. lányoknak, és ott sajnos körülbelül olyan fele arányú a fele, 50-60% az, aki kéri. És az lenne az igazi, ha 100% kérni. Mert akkor azért már jelentős lépést tennénk meg a megelőzésbe.